én azt látom, hogy őben egy nagyon nagy színésznőnek a lehetősége van benne. Azért is, mert rendkívül, azt látom, hogy ő olyan, mintha én lennék, és fiatal lány lennék. A szülők is utáltak, mert én megyek. Neked borzalmas életed. Szörnyű van. Neked mindenki utál, borzalmas, ha izgulsz, beteg leszel, ha énekelni kell. Hát most nagyon nehéz vizekre kezdesz szerezni. És nem válaszolsz? Nem. De nem tudom lényegre törőbben elmondani, hát mert hosszú nem, tehát... De én veled is el tudom játszani, hogy beléd szeretek, ha mi mondjuk egy szerelmes párt játszanánk. Mert nekem magamban... Tehát tényleg, szóval én ilyen... Erre nem számítottam. Nem hittem, hogy ezt meg is fogod mutatni. Az ego elviszi ezt, hogy én ma este kiállok a színpadra, a társaimmal, megcsináljuk az előadást, a nézők boldogok, tapsolnak. És közben elmegy az élet. Elmegy az élet? El. 56 éves vagyok, és 5 gyermek édesapja. De nem merném azt mondani, hogy 5 gyermek jó édesapja. És ennek nagyon nagy szerepe van a színháznak, hogy ezt nem tudom így kimondani. Mert hogy mindig el kellett jönni. Mi lesz, hogyha jön a gyerek? Akkor én anya leszek. És a mi autónk is belett valahogy csatolva ebbe a rendszerbe. Tehát bonyolult akció. Adjuk a francba! Jó estét kívánok! Házi színpadon elkezdjük a játszótársakat. Kérem szépen Márkus Luczát, Stól Andrást, Kadarkai Endrét. Jó estét kívánok! Sokkalan! Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Játszótársak, a Víg Színház és a YouTube csatornám közös produkciója, amelyet mindig 2 hetente csütörtöktől láthatnak a YouTube-on, ahogy azt már megszokhatták, mindig itt a házi színpadon találkozunk, hogy a Víg Színház egy sokat látott beérkezett jeles művészét ültessük egy asztalhoz, ugyanezen teátrum, ifjú, szép reményű csillagával, hogy beszélgessünk színházról, színházcsinálásról, sikerekről, kudarcokról, mélységről, magasságokról, úgy egyáltalán a Víg Színházról. Párosunk első tagja Debrecenből indult, és 10 évvel ezelőtt meg is nyerte a Debrecen hangja című tehetségkutatót. A Színház és Filmművészeti Egyetem 3. évében már ide került a Víg Színházhoz szakmai gyakorlatra. 2020 óta a Víg Színház tagja, jelenleg olyan meghatározó előadások főszereplője, mint a Sirály, a Szegedszeggel, a Rendes lányok Csendben sírnak, de ő süni a padlásban. Vőlegénye Brass Bence szintén a Víg Színház tagja. Márkus Luca. Párosunk másik tagja Székely Zsámbéki osztályban végzett, rögtön a Katona József Színházhoz szerződött. Ő az ország egyik legnépszerűbb, legfoglalkoztatottabb színésze. 2013 és 2017 között volt már a Víg Színház tagja, akkor a távozás mellett döntött, de 2021-ben Rudolf Péter hívására visszatért a Víg Színházhoz. Jelenleg játszik a Sirályban, a Szegedszeggel című előadásban, a Bella figurában, de szeptembertől ő Balu a Dzsungel könyvében. Stól András. Jó estét! Jó estét! Szervusztok! Szia, Luca! Szia! Luca, te izgulós vagy. Ezt jól tudod? Igen, most például izgulok, de ilyen, nem tudom, vannak ilyen megmagyarázhatatlan pillanatok, amikor rám tör az izgulás, és ilyen az éneklés, tehát az valamiért nekem még mindig egy olyan terep, ami miatt nagyon tudok izgulni. Van az izgatottság, amikor inkább azt érzi az ember, hogy legyek már ott is, hadd csináljam, az egy jófajta energia szerintem egy előadás előtt. És van a bénító izgalom, amikor nem tudsz úgy teljesíteni tőle, mint ahogy szeretnél. Neked volt ilyen? Amikor így megörcsöltél? Igen, bénító. Hát volt. Tényleg? Aha. Igen. Éneklésnél. Igen. Kifejezetten. De akkor nem énekelsz, vagy akkor mit csinálsz? De, csak nem olyan jól, mint ahogy szeretném, vagy nem tudom. De ebben de más is észreveszi, vagy csak te? Bocsánat. Általában nem veszik észre. De az engem nem érdekel. Engem, tehát, hogy már mint az engem nem nyugtat meg, ha aztán azt mondják, hogy miről beszélsz, hát nem is volt semmi, hanem én tudom, hogy az ahhoz képest, ahogy én meg tudom csinálni, azt a szintet nem értem el. És ez régen borzasztó volt, tehát ez együtt járt ilyen pszichés betegségekkel is mindennel. Én a gimiben az összes énekvizsga előtt, verseny előtt lebetegedtem, és torokfájással mentem neki mindennek, és aztán ez
De akkor minek csináltam? Hát ez jó kérdés. Hát ez ilyen rossz. Ugye? Ezt én sem tudom megfejteni, de valamiért közben meg a zene maga, meg az, hogy énekelhetek, emellett ad egy nagyon-nagyon nagy, nem tudom, valami olyan felszabadulást érzek a zene által, tehát hogy ez a kettő így kéz a kézben tud járni egymás mellett, és ez nagyon érdekes. De azért ebben már fejlődtem, vagy most már nem betegszem le premierek előtt. De ez mondjuk Bagó Gizella tanárnőnek köszönhető, tehát hogyha én vele nem találkozom, akkor szerintem ez még mindig így van. Arra emlékszem, hogy a Zsámbéki mennyire szeretett, és hogy mennyire tudott nekem nagyon jó. Ő nagyon jó bánt velem. A Székely az nagyon vicces volt, mert két nagyon különböző tanáromról beszélek a főiskolán, én főiskolára jártam még, és az egyikük az, ő volt Zsámbéki, aki nagyon, nagyon pontos mondatokat tudott mondani, ő nagyon szerette, hogy én egy ügyes fiú vagyok, színészként is, meg fizikailag is. Székely Gábor meg sokkal inkább a mélységet szerette, ha valaki a lelke nagyon mély is, az nálam nem volt annyira, vagy nagyon le volt fedve azzal az ügyességgel, amit meg tudtam oldani egy helyzetet. Ezért voltam én a Zsámbéki kedvenc tanítványa, de a Székely csinált velem olyat, hogy így ültünk, a rostavizsga, ez a főiskolán úgy van, hogy amikor valakinek nem felel meg, akkor azt kirúgják. És így mentek végig a neveken, és Söptei Andrea volt előttem, és Tihanyi Szilvia volt utána a névsorban, és a Söpteit értékelte a Székely, és aztán azt mondta, hogy Tihanyi Szilvia. És én ott ültem, hogy akkor engem ezek kivágtak. És mondta, hogy jaj, nem András, majd én jelentkeztem, és tanár úr, ja nem András, bocsásson meg, ne haragudjon, és akkor elmondta, hogy mi a véleménye, és aztán alá kell írni az indexet, és megkaptam az indexet, kiosztották, és látom, hogy a Zsámbéki aláírta, a Székely meg nem. És akkor a Zsámbéki ránézett a Székelyre, hogy Gábor, ezt most direkt csinálod? És nem, véletlen volt, de hogy van. És szerintem ez valamit jelentett akkor. Nem, esküszöm, nem azért, mert hogy a Székely nem akarta aláírni az indexemet, vagy mert át akart ugrani. De mégis valamit jelzett a mi kapcsolatunkból. Sose derült ki ennek az eredője? Nem. Kíváncsi lennél rá, gondolom. Nem. Mert a végén még megtudnám. Nem vagy az a típus, hogyha valami konfliktus helyzet adódik, vagy valami bizonytalanság van benned, szakmai, akkor a végére jársz? Gyűlölöm a konfliktus helyzeteket, nagyon rossz vagyok benne. És nem is szeretem, ha kialakul körülöttem. Tehát amíg lehet, addig én nagyon erősen próbálom. Viccel, humorral, segítséggel, munkabírással megoldani azt, hogy ne legyen. Ha van, akkor az nagyon ritkán van, hogy eljutunk odáig, de az szokták mondani, hogy az nem szokott, az, ahogy mondjam, az nem szép pillanat. Hát akkor kiengeded a hangot. Ki, de az a baj, hogy akkor nagyon vicces leszek, mert akkor az idegességtől kukra megy a hangom, és egyáltalán nem férfias vagyok, hanem ilyen csicsergek, és a sírás kerülget. Ez ritkán van, talán kétszer volt eddig. Kétszer volt összesen. Hangom. És azt elmondod, nem kell névvel persze, hogy mivel lehet ezt nálad elérni? Egyszer akkor, hogyha egy rendező folyamatosan állázott egy kollégát, amit már nem bírtam elviselni. Másodszor akkor, amikor életemben egyszer visszaadtam egy szerepet. Úgyhogy már próbáltam. A rendezővel volt bajod? Mind a kétszer rendező. Mind a kétszer rendező. A rajtam tényleg fát lehet vágni. Egy darabig. Ki is használják ezt a rendezőt? Nem hiszem. Nem hiszem, mert én élvezem. Én élvezem, ha vágják a fát a hátamon. Tehát én nagyon szeretek melózni. Az a baj, ha nem tudok melózni. Tehát mondjuk, ha nem jutok be a színpadra, azt nehezen viselem, de mert a színész akkor tud dolgozni, ha próbál. Ez egy nagy igazság. Lucca, te nem jól próbálsz, ugye? Izgulsz. Nagyon jól próbálsz. Nagyon jól próbálsz. Azt mondta egy korábbi időszakban, hogy szétizgulj. Igen, de azóta találkoztam Dávid Dojásülivel, és ez megváltoztatta az életemet. Ő volt a Sirály rendezője. Én is Andrásra tippeltem, mert hogy játszottok a Szeged-Szegedben. Nagyon sajnálom, hogy nem te vagy az ember. Nagyon jó a kémia, de hát... Nagyon. Dávid Dojásülivel én is szeretnék beszélni, úgyhogy kezdem. Igen, de ezt jól olvastad, és ezt akkor nagyon komolyan is gondoltam, hogy én az egyetemen is mindig azt éreztem, hogy megkapunk egy anyagot, amin az adott fél évben dolgozni kellett, és én ezt az első két hétben gyűlöltem, és ennek állandóan hangot adtam, hogy ez
ez mennyire rossz, hát ez nekem ez nincsen kedvem. És aztán, amikor ide kerültem, akkor is azt éreztem, hogy borzasztó, hogy ide be kell jönni, és akkor ezt ilyen közelről itt nézik ilyen kollégák, tehát hogy nekem sokkal rosszabb volt, mint az előadások, mert ott az valahogy egy ilyen arctalan massza számomra, bocsánatot kérek, de hogy tényleg az van, hogy amikor a próbateremben ül négy ember, és mindegyiket felismerem, és akkor tudom, hogy ezek néznek engem, és nekem itt valamit így kell csinálni, teljesíteni, miközben nem kell teljesíteni, de én mégis ezt éreztem, hogy olyan valami, éreztem egy ilyen bénultságot mindig az elején, és aztán ide jött ez a grúz vadember, a Dávid Dojásvili, aki a Sirályt rendezte, és valami olyan elképesztő energiával robbant be minden próbára, hogy már 5 perc után izzadt az egész haja és feje. Ez egy szőke ember. Szőke, hosszú ember. És a próba végére fekete volt a haja a víz. Az asztalnál. Nekem is az első háromban benne van, akivel a életemben, akivel dolgoztam, ez a fickó. Azóta egy csomószor gondoltam erre, hogy mi van, hogyha én vele nem találkozom. De tudod, milyen érdekes ez, amit mondod? Egész egyszer meg kell tanulni próbálni. Igen. És hogyha valaki nem egy olyan osztályba járt a főiskolán, vagy az egyetemen, akkor a pályán kell megtanulnia, és nem mindenkinek jön egy ilyen fickó, aki kinyitja. Hát ez az, és akkor lehet, hogy még évekig ott így nyunnyogtam volna. Ez szörnyű lett volna. Az borzasztó egy kollégának, hogy nyunnyog valaki, nem? Mert érthetetlen. Tehát az olyan, én azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Te mindig gáttalanul próbáltál? Hát igen. Mertél rossz lenni? Sose voltam rossz. Kettőnk között ez a különbség, hogy amit mondott az utca, hogy a próbateremben ott ül négy hogy ember. Hogy te sose voltál rossz, nem, én meg mindig. Nem, de hogy ne lennék rossz, hát rengeteg, sokszor vagyok rossz. Vagy valamilyen, de valamilyen vagyok. Én csak most a vicc kedvéért mondom, hogy ha négy ember ott ül a próbateremben, akkor bennem nem az merül föl, hogy te jó Isten, ezek azt látják, hogy rossz vagyok, hanem de jó, hogy látják, hogy milyen jó vagyok. És ezért ez nagy különbség. Tehát az önbizalom nagyon fontos ezen a pályán. Azt mondtad egy interjúban, azt hiszem Görsvénre hivatkoztál. Ja, igen, tudom. Hogy nekem nincs időm megbukni. Igen, ezt így érzem most is. De ez mit jelent? Nem tudom, félek nagyon, vagy féltem nagyon a haláltól, és akkor szerintem ez volt benne. Mert ugye maga a történet az, hogy Ájra Görsvén és Gyors Görsvén testvérpár voltak, és amikor azt hiszem, hogy a Kék Rapszódiának nem volt akkora sikere a bemutatón, vagy valami, egy filmet láttam erről, róluk szólt. És akkor mondta a testvérpár, az egyik testvérpár a másiknak, nem akarok butaságot mondani, hogy melyiknek, hogy nincs semmi baj, hát majd megyünk, és akkor azt, ő mondta azt, hogy nekem nincs időm megbukni, és agydaganatban meg is halt. De akkor ő még nem tudta, hogy agydaganata van. Csak na, ez például egy olyan mondat volt, ami nagyon erősen hatott rám. És szerinted a halál, nem fogjuk elrontani azért a kérdéket. Igen, jó kedv lesz. Argentína nyert. Igen? De annyit gondolsz, hogy volt egy időszak, amikor gondoltál erre, hogy véges a rád szabott idő, és neked egységidő alatt kell? Nem, azért ez nem meghatározta az életemet, vagy a munkámat végképp nem. Csak ez egyébként ez egy jól csengő mondat, és ezeket úgy szeretem, ezeket a jól csengő mondatokat, de igaz, tehát valóban így gondolom, hogy nincs arra idő. Tehát én úgy szeretnék élni, vagy úgy szeretnék dolgozni, hogy ne adjam meg annak az esélyét, hogy megbukjak. De buktál már te meg úgy Isten igazából? Isten igazából nem. Megbukni nehéz. Tényleg. Nehéz, mert a néző rendkívül empatikus. A néző nagyon, nagyon akar szeretni. A néző nagyon akar segíteni. De szakmailag buktam már meg. Elmondott, hogy mi volt az? El. Én borzasztónak érzem magam a Bella Figura című előadásban. Borzasztónak érzed? Borzasztónak. Nagyon nehéz róla beszélni, mert maga a szereplő, vagy a szerep egy teszetoszas seggfej. Arról szól a szitu, hogy egy szeretőmmel rajta kap a feleségem legjobb barátnője és a családja, és ahelyett, hogy én azt mondanám, hogy szevasztok és elmennék, ahelyett végig szenvedek másfél órát ott, mint egy tökéletlen hülye, hogy kivesézzék azt, hogy én a szeretőmmel vagyok ott. És közben a szeretőm berúg, és még nagyobb botrán csinál. A darab maga jó, de én magam megőrülök a szerepemtől. Tehát attól a tökéletlen csávótól, akit játszanom kell, és fizikailag rosszul vagyok tőle. Tehát én már rég azt mondtam volna, hogy kicsim, megyünk, és kivittem volna. De színészileg nem ez a kihívás? Biztos kihívás, csak utálom csinálni.
Hát legyen másnak kihívás, tehát akinek ez jobban áll. Nekem ez nem áll jól, vagy én nekem ez valamitől ez zsigerileg tiltakozom ez ellen a szerep ellen. Rajtad kívül volt valaki, aki ugyanígy gondolta ezt? Igen, az igazgató Rudolf Péter. Nem. Hát nem tudom, hogy biztos a nézők közül van egy pár. Mert van olyan, amikor az ember saját maga érzi azt, hogy rossz, de rajta kívül nem vagyok rossz, nem rossz vagyok, csak nem igaz. Tehát nem igaz. Tehát minden pórusom tiltakozik az ellen, hogy amikor már 80-szor mondom a nőnek, hogy menjünk, és még mindig nem megyünk. Tehát akkor figyelj szívem, akkor maradjál. Tehát én biztos, hogy kimennék. Vagy őt magát azt mondanám, hogy vége, nem, ez nem. De valószínűleg azért, mert nem bírom ezeket a helyzeteket. Tehát ez rettenetes ezt megélni. És tényleg rosszul vagyok. Ott az egyetlen előadás, hát nem kéne erről beszélni, de most már mindegy. Én imádok találkozni a nézőkkel. Esküszöm. Imádom előadás után kimenni. Ez egy kurvaság, vagy én nem tudom micsoda. De én élvezem azt, amikor kimegyünk, és ott a utcán mondják, köszönjük, művész úr, jó voltál, vagy éppen nem, lehajtják a fejüket. Azzal sincs semmi baj. Itt ez az egyetlen előadás, hogy ülök az öltözőbe, és megvárom, amíg elmennek. Komolyan. Tehát annyira, ennyire minden pólusom tiltakozik ellen. És azt mondod, ez tulajdonképpen az egyetlen, amit fel tudsz idézni, mint ilyen szakmai. Tudsz többet, vagy mi van? Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy te hogy tekintesz. Én nem emlékszem másra. Mind a kettőtöktől kérdezem, az elsőre felvetteknek, mert téged is elsőre vettek fel. Van valami titkuk? Hát, hogy tehetségese. Én a felvételi előtt, én szintén drámatagozatos gimnáziumba jártam, csak én Debrecenbe, az Ady Endre gimnáziumba, és... Hát nagyon érdekes osztályközösségünk volt, tehát azért enyhén szólva bénító volt a közösség olyan szempontból, hogy hát nagyon utálták azokat az embereket, akik valamit elérnek, vagy akik valamiben kiemelkedőbbek. És én ezek közé tartoztam, én 13 évig kitűnő tanuló voltam, emellett táncoltam, meg mindig én mondtam a verset, szóval hogy egy ilyen igazi utálnivaló figura voltam a gimnáziumban, és akkor ez így az utolsó évben odáig fajult, hogy elkezdtem azt érezni, hogy a közösségnek ez az energiája engem olyan szinten megbénít, hogy én már azon gondolkodtam a felvételi időszak előtt, hogy nem fogok elmenni felvételizni. De az utálat az miben nyert teret? Te azt honnan tudtad, hogy téged utálnak? Éreztem, mindig érzem. De mondták is. Vagy szóval, hogy azért ezt észre lehetett venni. De ki közösítette? Nem hívták meg. Nem közösítettek ki, azért nekem voltak ott barátaim, akik azóta is a barátaim. Tehát volt az a pár ember, akivel én nagyon szépen megtaláltam a közös nyelvet, és ez azóta is tart, de mondjuk az osztály nagyobb része nem szeretett. És ez egyébként gyerekkoromtól kezdve jelen volt. A strébesség miatt? Főleg lányoknál. Biztos az is... szúrta a szemét a diákoknak, igen, biztos. Meg az, hogy én nagyon sokat dolgoztam gyerekkoromtól kezdve azért, ahol vagyok például, azért én nagyon sokat dolgoztam 6 éves koromtól kezdve. Én nagyon sok energiát töltem ebbe, és ez szerintem ez együtt jár egy ilyen kirekesztettséggel. Én mindig ezt éreztem. De sírtál ezért? Miért? Hát, hogy nem szeretnek. Nem, én a fiúkkal barátkoztam, mert ők nem csináltak ilyeneket. És ez egyébként a mai napig így van. A lányokkal kevésbé találod meg a hangot? Kevés lánybarátom van. Van, meg vannak a nagyon jó barátaim, de alapvetően, hogyha mondjuk itt bejövök a színházba, akkor mindig azon kapom magam, hogy az ő öltözőjükben ülök előadás közben. Mert az a fajta... Ne engasd a fejed. De ennek mi örülünk nagyon. Borzasztó. Borzasztó ember vagy. Gondoltam, ezt itt nem mered felvállalni, de akkor ez most ki... Mit, hogy örülünk annak, hogy ott is? Nem. Nem, de hogy tényleg azt érzem, hogy így a nők között van valami olyan rivalizálás, meg ilyen felesleges játszmák, amikkel én nem tudok mit kezdeni. És engem ez megbénít, elképesztően idegesít, és nem akarok vele foglalkozni. És ezért már kislánykoromban is, az óviban is volt 2 fiúbarátom, és én velük voltam. Nem lehet az, most kérdezek egy gonoszat, hogy ilyen kis királylány volt? Nem voltam kis királylány soha.
Nem. Fennhordja az órát, tudod, kiről nem, beszélek? Nem, soha nem voltam ilyen. Nem, csak nyilván balettoztam, akkor látták, hogy abban vannak sikereim, vagy hogy én azt nagyon komolyan veszem, akkor nyilván voltak az általános iskolai szavalóversenyek, ahova mindig engem küldtek el, helyesírási verseny, matekvers, tehát én mindenre. Na, már megint a Márkus Luca. Igen, és tényleg ez volt. Na, most megint ő megy. És akkor a szülők is utáltak, mert én megyek. Neked borzalmas életed. Szörnyű volt. Igen, mindenki utál, borzalmas, hogy izgulsz, beteg leszel, ha énekelni kell. Szörnyű lehet. És mégis itt vagyok. Igen. Igen. De hogy utólag azt érzem, hogy így... Én elértem azt, amit szerettem volna, vagy hogy engem... Na, ezért utálnak. Igen, ezért például... De ez tényleg van szerintem gyerekek között, vagy nagyon gonoszak tudnak lenni a gyerekek. Amikor engem felvettek az egyetemre, akkor én egyedül kerültem be az osztályba, az Adis osztályomból, és amikor én utána elmentem a Bankettre, akkor... Nagyon sok ember nem köszönt nekem. Tehát nem az volt, hogy gratulálunk, és tök jó, hogy felvettek. És sőt, van olyan osztálytársam, aki elment mellettem Budapesten az utcán háromszor, úgyhogy nem köszönt vissza. Szuper. Mert engem felvettek. Milyen emberek? András, van olyan közeg, ahol te nem találod föl magad, vagy közösség. Bekerülsz, téged olyannak gondolok, aki 5 percen belül megtalálja mindenkivel a hangot. Hát én magamról ilyeneket mondani, ez nehéz, de egy barátom azt mondta, hogy én olyan vagyok, mint egy kaméleon. Tehát, hogyha elmegyek vadászni, és bemegyek egy vidéki kocsmába, akkor 5 perc múlva mindenki azt hiszi, hogy én egy favágó vagyok, mert hogy ott ülök közöttük és velük. Tehát akkor az vagyok. Akkor én ezt szeretem. A Vígbe könnyű volt aklimatizálódni? Hú, ez már egy érdekesebb kérdés. A Víg nagyon sajátos színház. Sose tapasztaltam még, hogy a Víg közönsége mennyire szereti a színészeit. Személyesen szereti a színészeit. De ebbe bele kell kerülni. Meg kell, hogy szeressenek. Meg kell, hogy ismerjenek. Vagy abóvó víges vagy ha valahonnan jöttél, akkor el kell, hogy fogadjanak. És az egy idő. Téged már elfogadtak? Most talán már igen. Mostanra? Most talán már igen. Hát volt 4 éved, és akkor ez most az 5. tulajdonképpen végesként, ha jól számolom. Igen, igen. De tudod, azért... Más a helyzet, mondja, hogyha mondjuk egy pályakezdő kerül a Vígszínházba, és nincs előtte múltja, most csak színházi múltról beszélek, mint hogy nekem tudottan a katona, aztán tudottan a nemzeti nagy korszaka, és így bekerülsz a Vígszínházba. Így azért nehezebb az elfogadás, bármilyen fura. Társulaton belül is? Á, nem. A társulaton belül nem. Egyfelől, mert egy, azt hiszem, elég fogyasztható ember vagyok. Másfelől meg a munka mindenen átsegít. Tehát abban a pillanatban, hogy én az első próbán elkezdek dolgozni, és az egyik legkeményebb Vígszínházi színész, a Borbicki oda jön, és azt mondja, hogy te én mindig így dolgozol. És mondom, hogy mindig. Jó, van, hogy én, mert én is ilyen voltam ám. És akkor tudod, hogy ha a Borbi megvan, akkor itt mindenki megvan. Lehet, hogy csacsiságot kérdezek, de csak végig gondolom. Nem létezik. Ennek a műsornak az a lényege, hogy... Nagymúltú színészek, pályakezdő fiatal színészek, és mindig előkerül. Nagymúltú, te jó Isten! És pont ezt akarom mondani, hogy volt olyan fiatal színész, aki szerintem azért tartott a mellette ülő bölénytől. András szerintem pont az a típus, akinek megvan a vitathatatlan respektusa, de van benne valami cinkosság. Te tartottál tőle? Akár mondjuk a Sirály próba folyamata során? Nem is adott rá lehetőséget, hogy tartsak tőle. Nekem, és most jön az, hogy veled milyen sportítóval találkozni. Ezért jöttem el, komolyan mondom, hogy ezt vártam. Most jön az a rész, amikor szuperlatívuszokban kezdek beszélni. Nem, mondjad oda sem. Nem, de tényleg én, amikor találkoztam a Bucival, én emlékszem, hogy hazamentem, és vagy amikor először együtt elkezdtünk igazán így próbálni, hazamentem, és mondtam otthon, hogy én nem találkoztam még ilyen figyelmes partnerrel, és egy olyan partnerrel, akit ennyire érdekel, hogy mit csinál a másik, és valami olyan közvetlenség, és nagyvonalúság, és lelkesedés találkozik a Buciban, hogy számomra az ilyen óriási segítség is volt, meg valahogy így azt éreztem, hogy amikor majd én fiatal színészekkel találkozom ennyi idősen, akkor én azt szeretném, hogy,
hogy ők így lássanak engem, hogy, hogy nagyon ritkán lehet szerintem ebből a korosztályból olyan színészekkel találkozni, akik ilyen energiával próbálnak, és tényleg azt érzed, hogy valóban őszinte kíváncsiság árad a tekintetükből. Nem mindig kíváncsiak? Nem mindig kíváncsiak szerintem. Nem. Már fiatalokra, vagy úgy általában? Úgy általában. Aha. És az nekem például, erre mindig emlékezni fogok, hogy nem is tudom, szerintem az első 10-15 Sirály előadás alatt a Buci mindannyiszor megnézte az én első jelenetemet az Attilával, valahonnan fentről a lyukból, a ficakból, csak azért, hogy aztán el tudja nekem mondani, hogy szerinte aznap az milyen volt. András, ez sok fiatalon megcsinálod, vagy ez Luca privilégiuma? Soha nem csináltam még ezt nőnemű színésszel. Fiúkkal csináltam már. Hoppá! Nem úgy értem. Mivel érte ezt? Nem, én sem. Amikor a Nemzetibe voltunk, akkor ott volt a Fehér TV, Szatori Dávid, Farkas Dénes, és ők mind a hárman egy nagyon képességes fiatalok voltak akkor. És nagyon szerettem velük dolgozni, vagy szerettünk együtt dolgozni, meg szerettek a közelembe lenni, meg én is szerettem őket. Ilyen, nem mondom, hogy mentorkodtam velük, mert a Zsolt is, László Zsolt is így volt velük, a Hevér is így volt velük, tehát szerettem ezeket a fiatalokat. És aztán itt a Sirály próbai időszaka alatt ismertem meg a Lucát, és én de ezt mondtam is neki, hogy én azt látom, hogy ő benne egy nagyon nagy színésznőnek a lehetősége van benne. Azért ismert rendkívül, azt látom, hogy ő olyan, mintha én lennék, és fiatal lány lennék. Tehát rendkívül munkabíró, rendkívül érzékeny, szexi. Ez nagyon fontos. Ezt nekem a Sajgál Erika mondtám a főiskolán, hogy ha valakit megkívánsz a színpadon, akkor az azt jelenti, hogy az tehetséges. És lehet bárki bármilyen szép, egyszerűen ha a színpadon van és nem jó, akkor nem szép. És akkor ezért, egész egyszerűen élveztem, és a Méhes is így van vele, tehát mi ketten vagyunk ott abban az öltözőben, amiről beszél, és tényleg úgy várjuk mindig, hogy jöjjön, mint egy ilyen kis, hát azt nem lehetne mondani, hogy kis veréb, mert annál nagyobb, de hogy várjuk. Mint egy nagy veréb. Mint egy nagy veréb. De úgy várjuk, és tényleg jó vele lenni. Jó vele lenni az öltözőben, és nagyon jó vele lenni a színpadon is. Ugye abban maradtunk, hogy 3-3 kérdést föltehettek a másiknak. Igen, de én ezeket nem tudtam, amiket elmondott. Igen? Micsoda, nem tudtam? Hát amiket elmondtál az életedről, mert így egész más kérdeznék. De bármit kérdeztem. Hát te most is kérdezhetsz bármit. Ki kezdi? Te kezded? Andrástól kérdezel valamit? Kérdezek. Szerintem egy embernek a hobbija az nagyon árulkodó, vagy az engem mindig nagyon érdekel, hogy mivel tölti az ember a szabadidejét a legszívesebben, és ugye te vadászol. És engem ez annyira érdekel, hogy neked az mit ad? Hogy mi az, amivel kiegészíti az életedet, vagy a hivatásodat, az, hogy elmész vadászni? Most nagyon nehéz időszakban vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk mindannyian. És most kétszer is ki tudtam menni a mínuszokba, és olyan kicserélve érzem azt, hogy jövök vissza, amikor visszajövök. Tehát annyi erőt ad, olyan akkumulátort ad. Valahogy nekem a természet és a vadászat is, az valami, nem tudom elmondani, olyan, mint amikor az avatárba így rácsatlakozol a madárra. Tehát valahogy, amikor kimegyek, a zöld ruhát húzok és gumicsizma van rajtam, akkor én egyszerűen boldog leszek. Teljesen megváltozik minden. És az külön, hogy ismerem az erdőt, vagy ismerem az állatokat, vagy ismerem a hangokat, és ezt megélhetem. Tehát ez nekem olyan, mint neked a zene szerintem, hogy ez egy másik világ, vagy mint a búvárkodás valakinek, hogy ez egy másik dimenzió. Én ha kim vagyok az erdőben, akkor én ott felelőtlenül gyermek ilyen boldog vagyok.
és nincs rossz. Nem tud rossz lenni. Nem tud olyan hideg lenni, nem tud úgy fújni a szél, nem tud úgy esni az eső, hogy én azt ne szeressem. Ha tehetnél, ott lennél hétszámra. Igen. Csak néha színházba is kell jönni. Igen. A mi nagy örömünkre. Kérdezel utcától, kérlek. Még kérdezhetek még ehhez egyet? Persze. Hogy milyen az, amikor belenézel az állat szemébe? Amikor, ha meglövöm? Igen. Nem nézek bele az állat szemébe. Uh-huh, gondoltam. Egyfelől, mert... ez egy nagyon érdekes kérdés. De ez engem tényleg nagyon érdekel. Hogy nekem édesapám is vadászott, és ő mesélte, ő is szintén hasonló érzelmi kötődése volt az erdőhöz és a vadászathoz. A vadászatnál az ölés az egy velejárója. És édesapám egy szarvasbikáról meglőtt egy szarvasbikát, és az a legelső szabály, hogy igyekez úgy meglőni a vadat, hogy a lehető legkevesebb szenvedéssel. És ez azt jelenti, hogy amikor meglövöd és látod, hogy elfekszik, akkor nem illik oda menni hozzá 10 percig. Hagyni kell, hogy ő azt lássa, ami. Ez lehet, aki nagyon nem szereti vadászatot, mondhatja erre azt, hogy egy álságos hülyeség. Mi vadászok azt gondoljuk, hogy hadd menjen ő úgy el, hogy nem tudja, mi történt, megütötte valami, és aztán elfogynak a fák a feje fölött. És nem az, hogy egy ember áll fölötte és nézi. Ezért nem nézek a szemébe. És az apám egyszer, ahogy elmesélte, ő meglőtt egy szarvasbikát, és valami ideget talált el, és a bika nem esett össze, és ezért ő rálőtt még egyet, és akkor nagy nehezen eldől, de már az első halálos lövés volt, és nem várta ki ezt a 10 percet. És oda ment a bikához, és a bika így fölemelte a fejét, és belenézett az apám szemébe, és azt mondta apám, hogy ő még életében nem érezte úgy magát. Azt mondta, hogy akkor úgy érezte, hogy soha többet nem fog puskát a kezébe. Ahogy annak a bikának az volt a szemében, amit egyébként szeretünk a természetben, vagy amiért kijárunk, hogy az a fajta őserő, hogy én vagyok itthon, te ki vagy, aki engem, tehát hogy jössz te ahhoz, hogy egyáltalán a közelembe gyere? És akkor azt mondta apám, hogy befejezi a vadászatot, ez tartott egy hétig, és aztán nem. Aztán nyilván az emberi ego és a saját időzőjelben örömszerzésed az újra kivitte őt az erdőbe, de azt mondta, hogy az döbbenetes pillanat volt. Neked volt olyan, amikor elbizonytalanodtál, hogy kell ezt csinálni, ilyen lelkismereti okokkal? Igen. Figyelj ide, tudod, mi a legérdekesebb az egészben? Az, hogyha nagyon sokat gondolkodom ezen, akkor egyszerűen nagyon nehéz felmentést találni. Tehát ha én el tudom fogadni azokat a dolgokat, amikor valaki valamit kérdez, hogy miért kell, és akkor én tudok rá válaszolni, hogy azért kell, mert valakinek kordában kell tartani az állományt, mert Magyarországon nincsen csúcsragadozó, ha nem lennének vadászok, akkor annyira elszaporodna a vad, hogy a megenni az összes kukoricát, az összes búzát. Mindig szoktam mondani, hogy ha neked lenne mondjuk egy hektár kukoricád, és a disznó belemenne és fölzabálná, amiből te egyébként eltartanád a családodat, akkor te rángatnád a kabátomat, hogy bandi, csináljatok már valamit, lőjétek már ki azt a rohadt disznót. De közben, ha végig gondolom, hogy elveszel egy életet, akkor azzal még nem nagyon tudok mit kezdeni. De közben, amikor elmegy a lövés, akkor jön az úgynevezett vadászláz, ami megint nem lehet egyszerűen leírni. Tehát annyira elkezdesz remegni, olyan adrenalin robban fel a szervezetedben, ami valószínűleg ez az ősi ösztön, olyan kicsit, mint a szeretkezés, de komolyan. Amire meg azt gondolom, hogy akkor nem mondom, hogy mindenkinek vadásznia kell, de azt gondolom, hogy akiben ez van, ez az ösztön még, az tegye minél tisztességesebben. Nagyon nehezet kérdezhetek? Aha. Magamból kiindulva. Aztán maximum nem tudok rá válaszolni. Magamból kiindulva, ugye én 56 éves vagyok, és 5 gyermek édesapja. De... nem merném azt mondani, hogy 5 gyermek jó édesapja. És ennek nagyon nagy szerepe van a színháznak, hogy ezt nem tudom így kimondani. Mert hogy mindig el kellett jönni. Mi lesz, hogyha jön a gyerek? Akkor én anya leszek. És én azt nagyon várom. De meddig? Nem tudom, hiszen még nem vagyok az, és nem, tehát hogy én nem szeretek így ilyeneken előre gondolkodni. Vannak gondolataim erről, tehát én azt gondolom, hogy az első
az első időszak, tehát az az első pár év az annyira meghatározó egy gyerek fejlődésében és a személyiségének a kialakulásában, hogy én nem tudnám ott magára hagyni a gyerekemet, és én nagyon szeretem csinálni ezt a szakmát, de én úgy gondolok erre, hogy ha ez eljön az életemben, akkor az lesz az első, és ezt nagyon komolyan gondolom. Hát, ahogy az egész életedet komolyan gondoltad, ezt is komolyan gondolom. Tehát igen, nagyon. Ez is ugyanilyen tudatos. Nagyon, nagyon, igen. És azt gondolom, hogy akkor, nem tudom, két évig nem fogok próbálni. Én azt vettem észre fiatal színésznőknél, amikor elmennek babázni, ugyanilyen, ráadásul ez lehet, hogy nem érvényes, ugyanilyen elhatározottsággal és magabiztossággal kezdik, aztán elkezdenek attól félni, hogy lemaradnak valami. De én nem félek ettől. Ha nekem valahol helyem van, akkor oda vissza fognak várni. Ha meg nem várnak vissza, akkor ott nincs helyem. És én az egész életemet próbálom egyébként így ennek mentén élni. Ez nem volt mindig így. Mondjuk sikertelen castingok, vagy nem én kellek egy szerepre, vagy... Tehát ugye ezek úgy tudják szorongatni az embert alapvetően, és amikor én rájöttem arra, hogy valójában úgy is azok a dolgok gördülnek elém, azok az emberek, azok a munkák, amikkel nekem dolgom van, és hogyha én valamit nem kapok meg, akkor nekem ott abban a pillanatban azzal nem kell találkoznom. Ez fatalizmus tulajdonképpen, nem? Igen. Rábízod magad az életre. Igen, és ez engem nagyon felszabadít. Nagyon, mert egy csomó görcsöt levesz rólam. És pont emiatt tudok nagyon örülni olyan kolléganőknek, akik megcsinálnak egy szerepet, amire én is castingoltam, és mondjuk utolsó körös voltam, de ha látom, hogy csodálatosabban a kolléganőm, akkor nem az van bennem, hogy jó, hát mondjuk ezt én is meg tudtam volna csinálni, hanem nagyon igazán őszintén tudok örülni neki, és oda tudok menni, hogy ezt neked kellett csinálni. És ez pont ez emiatt van, hogy én erre egyszer így ráébredtem, és sokkal jobb így élni, és erre a dologra is így gondolok, hogy akkor nekem nem lesz fontos. Akkor neked az lesz a dolgod. És persze csodálatos dolog a színház, de azt is észrevettem magamon, hogy én nagyon jól el vagyok nélküle is. És én tudom, hogy például édesanyámnak mennyi munkája van abban, hogy mi olyan felnőttek lettünk a bátyámmal, amilyenek, és én szeretném ugyanezt megadni a gyerekemnek. Lehet, hogy apró változtatásokkal, de hogy szerintem ennél nincsen fontosabb feladata az embernek az életben, hogy milyen alapvető értékeket ad át a gyermekének. Nemrég olvastam egy mondatot, most kezdem 37 évesen érteni ennek a térfogatát és jelentését. Úgy szól, hogy az élet nem a győzelmekről szól, hanem arról az emberről, akit felhívsz, amikor győztél. Még korábban nem biztos, hogy hittem volna ennek a mondatnak a valóságtartalmába, de van ilyen mondat, és van relevanciája szerintem. Te azt mondtad, hogy többek közt a színház miatt nem lehettél olyan apa, ami ezt mióta tudod? Menet közben is tudja az ember? Csak viszi valami... Persze. Igen? Persze, hát azt azért tudod, hogy akkor jössz el, amikor minden normális ember hazamenne. Mert előadásod van. Amikor a gyerekednek születésnapja van, akkor is eljössz, mert előadásod van. És akkor milyen az előadás? Remek. És ez a legborzasztóbb benne. Remek, hát a nézőnek semmi köze ehhez. De te belül gondolsz arra, hogy mit csinál most a gyerek? Nem. Hát az, akkor belebolondulna az ember szerintem. Tehát akkor nem lehetne csinálni ezt a szakmát. Akkor az a legfontosabb. Meg nyilván az ego elviszi ezt, hogy én ma este kiállok a színpadra, a társaimmal, megcsináljuk az előadást, a nézők boldogok, tapsolnak. És közben elmegy az élet. Elmegy az élet? El. Szerintem ebben a műsorban is elmeséltem, az egy kedvenc történet, aztán nem fogok én is sztorizni, de Déri János, amikor már nagybeteg volt, akkor fölkeresett pár embert, akiket tartott valamire ebbe a szakmába, és már azt hiszem gyógykezelés alatt állt, és azt mondta nekik, hogy nem éri meg, hogy csináljátok. Mert hogy én majdnem belehaltam ebbe a szakmába, annyira szerettem ezt csinálni, és most bementem a szilveszteri műsor megbeszélésére.
és vitatkoztak a nagyok egymás közt, mondja Déri, hogy ki fog kezdeni 7-kor, ki 8-kor, és vérre menő küzdelmet folytattak. És azt mondta Déri, olyanok voltatok, mint a mókusőrs ebből az aspektusból. Persze. A gyerekeitekkel legyetek, mondta Déri. Nem a szilveszteri megbeszélés. Hát fontos. Nyilván, de hát ez sajnos az a baj, tudod ezzel, hogy ehhez egy ilyen szörnyű tragédia kellett, hogy ő erre rálásson. Addig ő is a mókusőrsben volt. Igen. Addig ugyanolyan mókus volt, mint a többi. A te fejedben van egy olyan dátum, vagy időszak, amikor már a mókusőrsöt hagyodott? Hát most nagyon nehéz vizekre kezdve szerezni. És nem válaszolsz? Nem. De ha jól értem, valami fajta differenciálódás a fejedben már azért a korábbiakhoz képest elkezdődött. Igen. És szerinted, ugye mi már többször beszélgettünk, és ez rímel némileg erre. Az első beszélgetésünkkor azt mondtad, hogy te mindenkinek a tetszését és szeretetét azt el akarod nyerni. Ez sajnos ez egy tulajdonságom. Igen. Ez szerintem a színészet, a jó színésznek is sok tekintetben az egyik ismérve. Ez szerinted kiveszik, kiveszhet az emberből? Tehát 65 évesen már nem akar mindenkinek a szeretetét, nem akarja majd a szeretetét bezsákolni? Húha, hát ezt most nem tudom neked megmondani, hogy ez a része nem veszett ki belőlem. Tehát azt szeretném, ha szeretnének. De muszáj dolgokat átstruktúrálni. Tehát az is igaz, hogy nagyon sok minden megváltozik az ember életében. De most szegény Lucának ezt kell hallgatnia, mert még annyi minden van, hogy valamikor egyszer csak elkezdenek más dolgok fontosabbá válni. Vagy már nem van, már ezt nem hittem, hogy valaki fogom mondani ezt a mondatot, hogy már nem, nincs már az a lelkesedés, de nem is lehet. Tehát egyszerűen fizikai képtelenség, hogy ugyanaz a lelkesedés maradjon. Csak nekem nagyon sokáig kitartott ez a gyerekes báj. De én ezt még most is látom rajtad. Persze. Ez persze. Nem igaz, hogy te nem tudsz lelkesedni. Nem, persze, hogy nem. Csak sok. Tehát sok, most már úgy érzem, hogy sok. Ugye a Philip Rothnak van egy regénye, a kiégés. Föl kell a nagy színész, és nincs kedve színpadra állni, mert vége. Te ettől nem félsz? Lesz egy reggel, belenézel a borotválkozó tükörbe, és azt mondod, ha nekem ma színpadra kell állnom, én meghalok. Te tudod, hányszor van ilyen? Sokszor. Hát nekik is. Ez van, ez egy létező dolog, de sajnos, vagy nem sajnos, hál' Istennek, ezen az ember túllendül, és aztán az meg a világ egyik legnagyobb boldogsága, vagy eufóriával határos érzése, amikor ott állsz, és amikor ahogy az előbb, vagy ahogy most, ilyen csönd van. Tehát ezt birtokolni, ezt a rengeteg energiát, meg rezgést, ami jön a nézőtérről, vagy a Lucából, vagy belőled, az egy mámorító dolog. Az függés is. Hát függők vagyunk, legalábbis én függő vagyok. Ettől is. És le tudsz róla mondani majd egyszer, szerint? Nem, szerintem nem. Szerintem nem. Csak mondom, ez most nagyon nehéz, te. Nagyon nehéz. Lehet, hogy rossz korszakban is beszélünk, vagy rossz időszakban ilyen szempontból. Hát ebből a szempontból feltétlenül, illetve hát nagyon neked szerencsés időszak. Van, hogy szerencsém van. Ugye szeptemberben átvetted, felváltva játszátok Revicki Gáborral Balú szerepét. Dzsungelkönyve. Igen, tudom, köszönöm. Nagy lett volna, nem? Tényleg. És én úgy tudom, hogy Balú csak az első felvonásban szerepel. Igen, így van, meghal az első felvonásban. Igen. És te kimész rendszerint meghajolni? Mindig kimész. Mindig kimész. De nem azért megyek ki meghajolni, mert be akarom abzsolni a nézőket, vagy a tapsot, hanem azért, mert egyfelől, mert itt tanultam, hogy így illik, másfelől meg Kovács Patriciával beszéltünk erről, és azóta kétszer is megtörtént, hogy az ő gyermeke is látta a Dzsungelkönyvét, és Revinek akkor talán itt volt előadása, tehát előfordult olyan, hogy ők nem hajolnak meg a végén, hanem elmentek. Mert mondjuk itt fellép, hogy össze volt osztva a végbe valamivel. És akkor ott az első felvonásban játszott, itt meg a másodikra kellett beírnie. Vagy egyéb okoknál fogva, hiszen már nem tudom hány százszor játszották.
És a Patricia gyermeke effektív sokkot kapott a tapsennél, hogy látod, anyu, hogy meghalt, mert nincs itt, nem hajol meg. És én akkor ez olyan szép történetnek hangzott nekem a Patricia részéről, de nyitott ajtókat döngetett, mert mondtam, hogy én itt maradok, mert én ezt így szoktam meg. De azóta kétszer is volt, hogy hátra kellett hozni egy kisfiút, hogy látod, hogy itt van? Itt van, nincs, nem halt meg. Tehát kell a gyerekeknek az, hogy lássák a színészt, egész egyszerűen szükségük van rá. Ebben látod, nem is gondoltam bele, hogy kisgyerekekben milyen törést okoz. Óriásit. És ha nem jön be, látja, hogy mindenki itt van, de ha Balú nincs, akkor az meghalt. Hiszen elment. Igen. Ha már Metszét szóba hoztuk, aztán nem megyünk át bulvárba, de köztudomású, hogy ő a te vőlegényed. És azon gondolkodtam készülve erre a beszélgetésre, hogy hogy történik ez két színész esetén. Abóvó van egy szimpátia, vagy nem tudom én. Hát szerintem ugyanúgy. Vagy egy... A lényeg feltétlen. De van egy próba, amikor elkezdenek nem kollégaként tekinteni a másikra? Nem tudok erre válaszolni, mert mi ezt megelőztük. Tehát, hogy? Mi nem próba helyzetben találkoztunk először. Aha. Hanem ő akkor már ide szerződött, és elkezdte próbálni a Pál utcai fiúkat, illetve hát beugró próbái voltak a nyár végén, augusztusban, és egy próba után ő ült a padon, a Szomszéd utcában, én meg egy barátnőm születésnapjára mentem egy tortával a kezemben, és akkor ott álltam a tortával a kezemben egy órán keresztül a pad mellett, és azt vettem észre, hogy már rég elkéstem, és szóval mi megelőztük azt, hogy mi kollégaként találkozzunk, vagy ilyen helyzetben, úgyhogy nem tudom, ez mind két normális ember, aki valahonnan ismeri egymást látásból. És de ez nincs így, ez csak gondoljátok ilyen... azt, hogy mi a színpadon egymásra nézünk, és ha szerelmes párt játszunk, tehát ez nem ott alakul. De van olyan is egyébként. Nekem azt mondta egy nagy magyar színésznő, hogy ő minden férfi partnerébe beleszeretett. De az mást jelent, az más jelent, igen? Persze. De már mi milyen nincsen szerinted, hogy színpadon beleszeretsz? Hát az, hogy a Rómeó és Júlia, és akkor azért, mert szerelmes párt játszunk, azért egymásba szeretünk. Picit egymásba szeretünk, hiszen jó játszani. Én picit beleszerettem a Lucába, amikor a Sirát játszuk, mert jó úgy mondani neki azt a mondatot, amit imádok mondani a Vígszínház színpadán, hogy meglátnám, és nem tudom melyik az a mondat, de tényleg, amikor meglátja őt. És meglátja őt, és ott van fönt nekem a Luca, és akkor meglátja őt, és akkor abból úgy bele tudok feledkezni, vagy... Ezekben él is, de hát ez ilyen... Enélkül ez nem is működne. Tehát ez nem is lehet összehasonlítani azzal, akiben a való igazi életben szerelmes így vagy, van. De egy kicsit bele kell tudni szeretni, vagy anélkül szerintem nem működik, azt hiszem. Valaminek két ember között működnie kell. Hát meg magadban fel kell tudni idézni azt az érzést, de én veled is el tudom játszani, hogy beléd szeretek, ha mi mondjuk egy szerelmes párt játszanánk. Mert nekem magamban, tehát tényleg, szóval én ilyen... Erre nem számítottam. Nem hittem, hogy ezt meg is fogod mutatni. Te ilyenkor gondol valamire, igen, színész? Arra gondolok, hogy milyen szép szemüveged van. Zavarba fogsz hozni. Azt akarom. Luca, én azt jól tudom, hogy... De miért nem tőlem kérdezel? Hogy te Liam Neesonnel is játszottál nemrég egy filmbe. Igen, jól tudod. És azért nagy dolog ez szerintem, hogy Antal Nimród, a rendező, egy közönség találkozón azt mondta, hogy ő még színészre nem volt olyan büszke, mint rád. Na. Jók az információ? Pedig az Antal Nimród... Igen, szokták mondani? Állítólag ezt mondta, de ez látott már nagyon zavarba hoz. Igen. igen, azt mondják, hogy ezt mondta. Ez egy amerikai akciófilm, ami Berlinben forgott tavaly nyáron, és az egyik jelenetnek az a konfliktus forrás, hogy két ember nem beszél egy nyelvet, és egy olyan kocsiban ülnek, amiből, hogyha kiszállnak, akkor felrobban az autó. Egyszer csak én a nagymamámnál voltam a családommal, és túl voltunk az ebéden, és jött a fagyi. És kaliforniai szám
csörög a telefonom, felveszem, és szia, Antal Nimród vagyok. Úristen, jó, akkor bementem a hálószobába, hogy senki ne sűrögjön, forogjon ott körülöttem, és elkezdett egy órán keresztül beszélni nekem a filmről, a forgatásról. Elképesztő élmény volt, hogy neki ez ennyire fontos, hogy én képben legyek, hogy én biztonságban érezzem ott magam. És közben a nagymamám folyamatosan kopogott, hogy elolvad a fagyi. Ez milyen szuper. És ez csodálatos volt, és kb. Négyszer benyitott, hogy a fagyi, és én még mindig telefonálok, de mondom, nem mondhatom azt a Nimróddal való beszélgetés közben, hogy mama, majd később megeszem a fagyit, vagy azt éreztem, hogy ezt valahogy így csöndben, ezért csak így elolvad a fagyi. Így állandóan hessegettem, később mamám meg folyamatosan úgy ment ki a szobába, hogy hát jó, hát akkor fiam, ha nem hát, kell, akkor, nem kell. Hát akkor majd te de miért volt rád büszke? Ja, hogy sokat beszélek meg, nem érdekes, értem. Hogy, hogy... de a jelenet kimet volt rád büszke? Ez egy, nagy, ez egy érzelmileg, fizikailag ez egy eléggé megterhelő jelenet volt olyan szempontból, hogy a szituáció az az, hogy én nem ismer, tehát valószínűleg ez egy ilyen szeretői viszony ezzel az emberrel, akivel én egy kocsiban ülök, aki a Liam Neesonnek a kollégája a filmben, és a mi autónk is be lett valahogy csatolva ebbe a rendszerbe, tehát bonyolult akció. Hagyjuk a francba! Mindegy. Az a lényeg, hogy, az tehát, hogy nem szállhatok ki a kocsiból, ez egy 5 perces jelenet kb. És nem tudom, hogy miért, mert nem értem a nyelvet, amit beszélnek. Ezért én azt hiszem, hogy elraboltak, vagy hogy bármi, tehát hogy velem akarnak valami rosszat csinálni, és én pánikrohamot kapok az autóban, és elindul egy ilyen dulakodás, és egy ilyen nagyon nyilván végig kellett bőgnöm, meg üvöltöznöm a jelenetet. Jó sok órán keresztül sírtam, és hát pánikrohamszerű állapotban voltam, és aztán volt egy pillanat, amikor a Nimród odajött hozzám az egyik közelim után, hogy úristen, te jól vagy? Mondom, igen, mert nagyon rosszul néztél ki a monitoron. Hát mondom, hát ezt kérted. Jaj, úristen, de jó, én már azt hittem, hogy tényleg rosszul vagy. De szóljál, hogyha rosszul vagy. De mondom, hát Nimród, hát ez a dolgom, hogy rosszul legyek. Jó, hát végül is igen, akkor... Szóval jó akkor volt jó. Az a igen. És de akkor téged egyáltalán nem is érdekel, de, hogy én csak, beszélek. De nem tudom lényegre törőbben elmondani, hát, mert hosszú nem, tehát... Tehát azért volt rád büszke, mert nagyon jól megcsináltad ezt a borzalmasan nehéz jelenetet. Azért volt rám büszke, mert de most ne kezdem, jól megcsináltam, kimegyek. Nem hiszem. Meg azért, mert egy idegen nyelvű környezetben kellett helytállnom. Egyetlen magyarként tulajdonképpen. Igen, és az amúgy azért fárasztó, szóval nekem magyarul kellett beszélnem a jelenetben, de közben végig mindenkivel angolul kellett kommunikálni, és egy amerikai produkcióban, szóval, hogy az nyilván nekem nagyon stresszes volt, vagy hogy... Jó. Én miért vele lettem összeosztva egyébként ezen a délutánon? Mi nem bánjuk. Azt mondja nekem kint, hogy annyira izgul, hogy nem fog tudni beszélni. Hát... Még jó, hogy egy ilyen izgatott korszakodra találkoztunk. De mondom neki, nyugi, majd én dumálok, ha azt érzem, hogy változom. De jó, nagyon mert jó. Mert a szóhoz sem jutott el az egész beszélgetés. Nem, de minden szuper. Végezetül András, jó gondolom? Vége is van. Lejárt az idő. Na jó, de most ez ennyire unalmas. Nem, tényleg nem. Hogy hát, jó. Nem is a Liam Neesonnel forgattál, ne valami de forgattam vele, és kezet fogtam vele. Jó van akkor. Meg voltál szerettem? Látod, hogy lehet röviden is elmondani egy sztorit? Meg voltál szerettem? Tehát az a típus vagy, aki te jó Isten, itt találjam, nézod? Nagyon furcsa volt, de nem voltam megszerettem. Hagyjál már békén! Jó, akkor adok egy ilyen tökéletes választ. Nem voltam megszeppenve. Nem voltam megszeppenve, nagyon, nagyon közvetlen volt, és egy fogpiszkáló volt a szájában, és éppen, és amikor bemutatkozott, szóval nem voltam megszeppenve. A körülményektől annál inkább. De befejeztem, és többet nem fogok megszólalni, mert... Hát persze, nem, mert vége van. Márkus Lucárt és Tóth Andrást látták. Vigyázz a lábadra!
Arra? Hát, vagyunk, nem? Köszönjük szépen.